tudja, hogy mi ez, az azt is tudja, hogy mi az az országúti diszkó. Egy 89-es akciófilm, ami valahogy kult státuszba repült, és akkor sem lehetett nem szeretni, ha egyébként igazán jó valójában sosem volt. Patrick Swayze és a film hangulata bőven elérték, hogy többször is megnézzük, és néztük is, mintha nem lenne holnap, javarészt pocsék minőségben narrátorral. Az országúti diszkó 2006-ban kapott egy borzalmas folytatást, majd sok-sok évvel később eljött az idő, hogy megkapja a szinte kikerülhetetlen remake kezelést, de ez a remake mégsem tűnt annyira elveszett ötletnek. Az a Doug Liman került ugyanis a rendezői székbe, aki a Bourne rejtélyt, a holnap határát és a Barry Seal a beszállítót adta a világnak, és ha ő azt mondja, hogy igenis szükségünk van egy országúti diszkó remake-re, akkor igenis szükségünk van egy országúti diszkó remake-re. És nem mondott hülyeséget. Liman új változata ugyanis valami olyat mutat, amire nagyon sokan ki vannak éhezve. Egy olyan művet, ami bár tele van költői túlzásokkal, mégis egy szögegyenes akciófilmként működik, amiben az öklök acélból vannak, a történet pedig madártollakból. De ez igazából az elődjével sem volt másképp. Hazudnál, ha azt mondanád, hogy a 89-es filmet is a sztoria miatt szeretted, az újat sem azért fogod. A sztori ugyanis olyan vékony, hogy jó, hogy meg tud állni a saját lábán, de mégsem kell ide több, mert ez egy olyan old school akciófilm, ahol sosem az volt a lényeg, hogy milyen kalandokba keverednek a főhősök, inkább az, hogy szó szerint hogyan verekedik ki magukat belőle. Az új változat főhőse is egy Dalton nevezetű fazon, csak őt nem Jamesnek, hanem Elwoodnak hívják. A férfi anno UFC bajnok volt, de dühkitöréseivel bajba sodorta magát, azóta pedig alkalmi bunyókból tartja fenn magát nem túl sikeresen. Egyik meccsén épp Post Malone-nal kellene megküzdenie, aki rájön, hogy Gyllenhaal túlizmos lenne hozzá, úgyhogy PP verné, akkor megugrik a turné, úgyhogy inkább lelép. Itt találkozik Frankie-vel, aki állást kínál a férfinak, legyen a kidobók főnöke a Glass Key nevezetű település útszéli bárjában, ami a neve alapján akár egy Stephen King regény helyszíne is lehetne. Félelmetesnek mondjuk félelmetes hely, hiszen az óceánparti település esténként az erőszak fellegvára, főként azért, mert egy helyi üzletember és maffia főnök bizonyos Ben Brandt szeretné megszerezni magának a helyet, hogy luxus üdülőközpontot építhessen rajta. Dalton szálka lesz a szemükben, hiszen mindenkit képes nagyjából szemmel is rommá verni, ezért felkérik a bunyó bajnok Knoxot, hogy rendezze az ügyet és tolja túl a biciklit szinte minden másodpercben. Conor McGregor első film szerepében nem csak bedobja a gyeplőt a krokodilok közé, hanem ráköti egy rakétára és kilövi az űrbe. Mondjuk úgy, hogy fullba nyomja a kretént, de marha jól áll neki. A játéka gyakorlatilag borzasztóan irritáló, de nem véletlenül, és nem áll másból, mint egy széles mosolyból és kemény ütésekből, de többre tulajdonképpen nincs is szükség. Ez nem az a film, ahol a főgenyáknak cizellált játékot kellene mutatniuk. McGregor egy végtelenül egyszerű, őrült és a racionalitást páros lábbal a holdig rúgó csávót alakít, aki képes egyszer semmiben végig szambázni az utcán, az autókkal pedig úgy áll meg, hogy nekihajt valaminek, majd sértetlenül kiszáll a kocsiból. De ebben a filmben tulajdonképpen mindenki ennyire egyszerű. Dalton is, akinek van némi dráma a múltjában ugyan, de igazából azért érdekes, mert izom. És ez az izom legalább annyira fontos szereplő, mint maga Gyllenhaal. A karakter összesen annyit tud, hogyha felhúzzák, akkor üt, és ha már üt, akkor nehezen lehet legyőzni. Kicsit szuperhős is ő, aki mindent túlél, a szúrt sebei pedig valamiért olyan gyorsan gyógyulnak, hogyha a középső neve Deadpool lenne, akkor azt is simán elhinni az ember. Gyllenhaalnak szinte semmilyen színészi játékra nincs szüksége, azon kívül, hogy néha eljátsza, mennyire fáj egy-egy ütés, vagy hogy éppen annyira morcos, hogy a legjobb, ha mindenki elkerüli. De ez nem azt jelenti, hogy nem áll jól neki a megyek és ütök attitűd, csak épp azért ennél komplexebb karaktereket szokott eljátszani. És igen, ennél még Patrick Swayze eredeti karaktere is komplexebb volt, pedig a régi Dalton sem volt éppen egy finoman árnyalt figura. Az új film viszont direkt nem akar többet. Ez a remake ugyanis nem mondja fel szolgai módon a régi változatot, inkább csak az alapötletét veszi kölcsön, hogy felhúzzon rá egy másik sztorit, ami semmi másról nem szól, mint arról, hogy a legkisebb királyfi elmegy és leüti a legizmosabb királyfit és sameszeit. Nem állítja fel a régi figurákat a saktáblára, a hangulat is teljesen más, sőt, igazából nem is viselkedik remake-ként. Ez itt egy másik országút és egy másik diszkó. De eleve ez a cím is baromi rossz. Országúti diszkó. Már a régi filmben sem volt a Double Deuce diszkó, de most már aztán tényleg nem az. Játszik ugyan mindig valami élő zenekar a helyen, vagy inkább úgy mondanám, hogy húznak valami aláfestő zenét az állandóan kitörő bunyókhoz, de ez csak egy zenés bár, nem diszkó. De igazából ezen nem is nagyon lesz ideje gondolkodni az embernek, mert a bunyók olyanok, hogy az ember megnyalja mind a 10 ujját tőle. Liman teljesen valósághűre akarta megkomponálni a bunyókat, és végre bevállalja, amit rengeteg kollégája nem mer, hogy nem kapja el a kamerát, amikor jönnek azok a súlyos ütések, és végignézhetjük, ahogy arcba találnak, vagy ahogy brutális erővel valamelyik más testrészbe csapódnak. És ez az, ami ezt a filmet igazán szerethetővé teszi, hogy szinte neked is fáj. És tulajdonképpen mi mást is akarnál egy akciófilmtől, mint ezt? Legyenek a harcok jól megkomponáltak és nem kamunak tűnőek, plusz jöjjön egy fenyegető ellenfél, akit a főhősnek le kell nyomnia, közben pedig lehetőség szerint az ember ne akarja lekaparni az arcát kínjában. A VHS korszakban bőven akadtak ilyen filmek, most már azonban alig érkezik egy-egy.
Az új országúti diszkó viszont ilyen film. Modern eszközökkel nyújt 90-es évek hangulatot, és bár sokszor kissé nevetséges, McGregor túltolt szerepe pedig néha irritáló, azért többségében pontosan célozza be a pofonokat, és bár nem hagy maradandó nyomokat, azért marha jól tud az ember szórakozni közben. Ez tipikusan az a film, amit VHS-en kellene nézni narrátorral. Valahogy így. Csak ki akartalak hívni, hogy tisztelettel megkérjelek téged és a haverjaidat, hogy távozzatok. Elmegyünk. Miután kinyírtalak, rohagy meg. Persze. Mielőtt belekezdenénk, van biztosításod? Micsoda? Van egészségbiztosításod? Fizet a biztosító? A fogadra is? Ha, nem nekem lesz szükségem rá. Oké. Tudom, morzsold el nyugodtan azt a könycseppet.